Van egy tanításmentes, egyébként nem ünnepnap a bácskaszéki általános iskola életében minden évben. Gyakorlatilag azóta, ahogy felvették a 16. század egyik magyar hősnője, Kanizsai Dorottya nevét. Ráemlékeztek azzal a színes, a kultúra egészét átfogó gálával, amit az ismert bácskaszéki művészeti csoportok utánpótlás szólistái, illetve együttesei adtak egy egész napot betöltően. A jobbágyok a szegények életén sokszor sokat segítő arisztokrata politikus hölgy életútját Mészáros István igazgató méltatta. Beszéde végén büszkeséggel jelentette ki, hogy az intézményük éppen őt, a nagyon háttérben lévő női hősök egyikét választotta névadónak. Kézenfekvő, hogy az iskolánknak a névadója ilyen személyiség volt, és az ő történelmi cselekedetein, tettein, életpályának áttekintésén keresztül tudunk példát mutatni, egy, ha úgy tetszik, egy nevelési eszményt ideált a gyerekeknek, és ezt megélni. Tehát ezért szervezzük jellemzően ezt a Dorottya napot. A színes, zenés, táncos, hangszeres produkciók között egy színdarab felidézte Kanizsai Dorottya korát, a török időket, mégpedig humoros, egyben elgondolkoztató, olykor kritikus és önironikus módon.